fontos dolgok és nagy dolgok történnek Záhonyban, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal életében is egy óriási dolog. Jelentős beruházást jelentettek be Záhonyban. Eddig bérleményben működött a helyi járási hivatal, régóta terben volt, hogy saját ingatlanba költöztessék. A Nemzeti Vagyonkezelővel megkötött határozatlan időre szóló megállapodás értelmében egy központi helynálló épületbe költözik a hivatal. A MÁV-nak a munkáinak a visszaszorulásával kicsit a MÁV is visszavonult, és rengeteg erőforrást hagyott itt Parlagon. Több olyan épület van, ami hasznosítható lehetne. Ez az egyik ilyen épület, ez a volt MÁV rendelő, szakrendelő volt. Az igény a lakosság részéről jelentkezett folyamatosan, hogy fel kellene újítani, szükség lenne valami funkciót talál neki. Sajnos a város elég kicsi ahhoz, hogy egy ekkora épületet hasznosítson. Ez nagyon jó ötlet volt, hogy a kormányhivatal be tudja lakni, és egy kormányhivatal egy értelmes funkciót tud neki biztosítani. Ez mindenféppen előny a városnak is, a városlakóknak is, a térségnek egyaránt. Néha már a gaz is benőtte, falait, ablakait graffitik borítják. Belülről sem néz ki jobban az épület, málika festék a falakról, a csempétől kezdve a mosdókagylóig és poroltó készülékig minden van a padlón. Az egykori portahelyiség is üresen áll, rég nem tette be a lábát ide senki. Ez az ingatlan lesz az új otthona a hatósági és gyámosztálynak, valamint a kormányablaknak, a jövőben pedig munkaügyi és foglalkoztatási osztályt is létrehoznának Záhonyban. Mindehhez 21. századi körülmények állnak majd rendelkezésre, várhatóan jövő év végére. Ahogy itt, a megyében lévő másik 93 kormányhivatali épületben is fontos a korszerűsítés. A legutóbbi időszakban több mint 500 millió forint támogatást nyertünk el energia hatékonysági felújításokra. Ennek a forrásnak egy részét fogjuk rákölteni a záhonyi hivatalunkra, ebből több más épületünknek is az energetikai megújításhoz megtörténhet. Emellett pedig hazai forrásból Magyarország kormányától 300 millió forintot kaptunk arra, hogy a teljes rekonstrukciója megtörténhessen ennek az épületnek. A Záhonyi az egyik legkisebb járás a megyében, 11 település 21 ezer lakosa él a területén. A hivatal helyzete pedig azért speciális, mert a járványhelyzet idején a szokásostól eltérő feladatai is akadtak az ukrán határ közelsége miatt. Nagyon sokan dolgoztak vendégmunkásként, dolgoznak a mai napig is Ukrajnából, Európa, akármelyik országában, és amikor az első hullám volt, akkor tömegével jöttek, mindenféle használt autóval például ide, és akkor a kocsik elhelyezését kellett megoltani, hiszen nem lehetett szanaszét. A város különböző pontjain hagyták a egyébként sokszor értéktelen autójukat, csak hogy haza tudjanak jutni a családhoz. De hát ad feladatot, hiszen a határ mellettiség az eleve okozhat esetlegesen problémákat, a megnövekedett várakozási idő. A sajtótájékoztatón elhangzott, az egykori MÁV rendelő épülete mellett további használaton kívüli állami ingatlanok kaphatnak Záhonyban új funkciót a jövőben.